B mögött a... bizé. B-t viszont elvittük. Ebből lesz egy nagy clusterfuck, hogy mindenhol B-lednek magunk. Aha, mondom. Most is így kifutok a kezdőről és hátba lőnek. Most már túloldalra illedek az A-hoz. C-hez, bocsánat. És már hátba lő. Jó helyre kéne lerakni az uratet. És megint hátba lőtt. Assist your team at A. Right behind you. We are taking Bravo. We've lost A. Deployed. We've got Bravo. Reloading. Várom őket a B-n turettel. Charlie, akkor Charlie. Félek, nem tudom honnan jöhetnék. Itt futkároznak. Hallom. Ott van egy a kerítés. Kettő is, all. Rakétavetős fickó harcoló. Oh! Rám is rám lőtt, szétszette a sűrűturatom. Ott is van. Célja a épületben. És ott is. Én dobtam. Van bent egy. Igen, tudom. Shot is. Megflasheltem. Egy megvan. Ja. Az A-tól másznak fölfele, ugye középen. És ott buzizik a sarokba az ajtót a jobbra. Mekkora sutyónak kell lenni, mindig a sarokba legyen. Jól összegyűltünk itt. B-re még megy, mögötted van, ahol. Francba. Hát szembe is jött, legalább egy.
have the advantage. Be advised, friendly gunship in the AO. Friendly UAV online. Enemy at the wood. Gyújtottam egyet itt. Kezdőkre behoztam egy Cluster Strike-ot. Kíváncsi vagyok, hogy ezt mennyire fogják kijövezni. Lófos se történt. Szerintem mennek a célra. Fél vannak. Egyet hátba lőtt, amin ment oda. Nem, már oda fognak élni. Nem vagyunk itt. Ó, basszus. Ezt nagyon nem vettem észre. Ja, hárman voltak. Nem mentek sok. Ja, akkor nem is értem, hogy, nem fordítottak. Itt nagyon látszik, hogy teljesen izé nem tűnt fel, hogy ott van a fickó. Nem baj. Boldogtam a helyzetet. Nem sem, hogy került oda, mert párhuzamosan két ajtó volt az a bejárat, és mind a kettőn egyiken bementem én, a másikon meg egy csapattárs, és a fickó valahogy kettőnk között ott volt. Egyik csávunk 28 kill-el el volt. Ja. Még 5 meccs is meg lesznek a challenge-ek. Mert így 50-60 kill-t kell összeszedni. Következő kódboros ilyen bénaság, ami így, amin csak röhögni tudtam, hogy van a Celebration a Battle Pass-ban, ugye? És írja, hogy R betűre skippeli a Celebration-t. Azt neked is írja, ugye? Na most a menüben az R betű az egy beállítás ablakra ugrik, így hogyha R betűvel lerakom skippelni a Celebration-t, akkor átugrik a settings-ben arra a tabra. Tudom, ez nekem még így nem tűnt fel. Tehát itt Modern Warfare-ben tudod skippelni a gombnyomásra, ott viszont elugrik egy tök másik menőre, és nem tudod skippelni a Celebration-t, végig kell várnod. Nem kövik scope. Nem, valami olyasmi volt. Csávó ugrott egyet a lépcső tetejéről, de az aljára érkezett, én már halott voltam. Messziről. Nagyon jól elvakítottak, köszönöm szépen.
Haha, kaptam termájtól. Ki szeret, mint álmunkat. Ez olyan idegesítő basszus, hogy vannak fegyverek, például ez a CX-9, amivel így instant lehet ölni rengeteg embert közelről. És ugye Battle Pass-ba került be fegyver, úgyhogy nyilván OP-nak kell lenni. Majdnem leszettem kettőt. Vagyis meghaltam. Hallott, hogy itt vagyok. Ah, és ott a létrán kempelt a fickó. Csak sikerült hátba kapni. Hogy ott a tárom pedig hármat ledarálhatom volna. Jaaa, és most csak shotival kempel a sarokban egy... Menj oda, ott van Neuben, balra. A sarokban. Létre mellett. A ég. Automata shot is. És ki jött basszus, amikor fel akartam gyújtani? Nem, ott van benne, Egyet előttem. Van még több. Nem tudom, hogy hol van, de nem tudok oda jutni, mert a társa is végkent pedig az egész helyet. De már, telibe lőttem. Mennyi hát. Igen, de ha beakad a fejedbe a lövedék, ez a Frederick, ez nem tud mozogni. Ez ilyen mozgássérült. Csapattás becsukta az ajtót, így nem tudok kimenni. Csendben.
Baszki! Pedig égett a mocsok. Arcába dobtam egy kis csillagszórót. Ja, én is dobtam kettőt, de... De nem hatotta meg. Ó, igen. A nagy egyenes letartja egy LMG-vel. Pedig ott vannak a parton. De faszom, már lekövettem az ugrását is. És még így is őrül meg. Hát mi az Isten? Nagyon fire rate-je volt annak a szarnak. Azt bírom itt egyébként, hogy a mi csapatunk az így nem tudom. Mondjuk jól állunk azért, szóval nem lehet azt mondani, hogy nagyon vének lennénk. Most így nagyon, nagyon azért nekem belős játék a tolja ez ellen. Másik oldalra fognak jönni. Na, itt vannak, ahol meghaltam. Ezt majd nap fölven, te. Na, jön a következő. Csapatás megölt valakit, és úgy ölt meg valakit, gondolom a felugrott is megölte, hogy tudod, vannak ilyen dobócsillagok. Uh-huh. És a hullája a fegyverlövés, hogy dobócsillagot, dobócsillagként ugrált a lebegőben. Pont ez előtt volt. Én már csak így fordulok be, és látom, hogy valakit mész, hogy tudod, mint a pizzatésztát szokták kézben forgatni. És a hulla úgy pörgött. Most nem csináltam sok killt ezzel a fegyverrel, amivel sok killt kell csinálnom. Ja, a shotgunra kéne koncentrálnom, mert azzal kéne 60 kill. Mondjuk van ez a két lövetű, azzal nagyon csúnya dolgokat lehet csinálni, de... Szóval, az nem lesz jó. Azon lehet shotizni, hogyha az égő épületben vagy. Mert hogy ebben nincsen benne az a shotgun pisztoly, ami volt a Black Ops 2-ben. Nem tudom, emlékszel rá? Nem, annyira arra nem. Shotgun revolver volt. Szivatnak most. Szemöldökön fölött izé megcsipett. Majd ottan még zümmögött itt a fülem mellett egy darabok. Kinyírtam és akkor tűnt fel, hogy tudottam már a homlokomat. Nem is kicsi.
Ez annyira imádom, bazd meg. Ez a fél óráig nem látok senkit, aztán felvillan egy csávó. Egy picit elfordulsz, és akkor hétfele megjön az egész csapat, úgyhogy előtte letartottál egy percig azt a sarkot. Körülbelül, meg ez ráadásul egy fixkópa sniper volt, tehát így megjelent, és abban a pillanatban meghaltam, ahogy megláttam. Erre a shotira kell majd egy ilyen gyors újra töltő. Te mi az? Teli belőle majd! És még csak hitet sem. Igen. Ilyen szarok a pinget? Meg a... Még nem. Na, kedvencem ezeknél a snipereknél az, hogy elvileg lövöd a pajtást. És olyan, mint a semmi flinch nem lenne rajta. És teljes pontossággal tud ugyanúgy lőni. Yeah. A latency miatt van. Kapja a... azt pont láttam. Ó, és felrobbantott a pont, pedig ott tettem le egy tactical insertiont. Nincs igazság. Mögöttünk van, hát ez kurva vicces. Ez nagyon vicces volt, basszus. Jöttünk pár métert a kezdőről, és már ott jött mögöttünk. Igen, ez... nem baj. Másik ez a kanyar lövés, amit nagyon szeretek. Hol van az ellenfél közében? Becsúsztam, mert nem találod szóval. Lovadék. Beugrott a lövedékelés, kettőt ölte meg egy lövéssel. Menj gyorsan meg lesz a shoti. Igen, ebben a sniperek valahogy így nagyon baszott módon vannak. Az anyádba lettél? Jó, fel! Nem derül ki. Fölöttem van egy. Az igen! Rámugrott és közvetlen közelről a lövésen nem regisztrálódott rajta. Rosszak előbb megölt. Jó, az egyiket leszettem a másik kinyírt. Oké. Okay. Jó. Meg gyorsan megöltem. Lesz mögöttünk egy valahol. Mindig van mögöttünk egy valahol. Másik sarokban van. Ebből bemész és balra lesz. Én nagyban kerülök, úgyhogy valószínűleg majd valaki elkap hirtelen. Ha? Hátba kaptam a shotival.
Boy. That's it, you got it, shoot it. Egy torony. Értem, hogy... Ah, nagyon figyelik azt az irányt. De mondjuk a játék is szemét lehet, mert olyan spawnra tesz be, hogy csak nagy területet tudsz. Fuss el már, hát újra kell tölteni. De... Egy lövedék még volt a tárban, és olyat, hogy el tudtam volna lőni, elkezdett újra tölteni. Megjegyezte, hogy előtt elkezdtem. És akkor aztán elkezdtem. És a... igen. Én nem szakítottam el. Tudod, a sok helyet kell szintezni. És van egy fickó. Az igen! Hát jó, én mondjuk a shotival vagyok, tehát esélyem sincsen akkor a távolságból engage-elni, csak hát azért egy vicces. Az előbb például kijöttem kezdőről, és valahogy két falon keresztül meg tudtak simán ölni. Ja, hát ott le is van egyre támasztott energy health, hogy... A tetőn van egy mögöttünk. Igen. Ja, ez mögöttem. Aha. Mondjuk killek azok nekem mentek. De ez volt a cél. Ez az autó volt a Psychoff nagyon beteg. Gyorsabban összekedem egy SMG-vel. Battlefieldre már mondták, hogy mikor jelenik meg. Megy a kódra megvan a november 5.
Hát, azt nem tudom. Nem rémlik. Hogy itt kell nekünk customize, és kell nekünk az. Imádom ezt, amikor a fegyvert basztatom. És éppen állítani be valamit, és kirak a menübe, ahol még nem történt semmi, csak talált nekünk játékot. Hogy akkor miért kell megszakítani ezt? Azért, mert látnod kell a többieknek a skinjeit, hogy te is vegyél. És megint baszd meg, és megcsinálta velem még egyszer. Kurva anyád játék. Igen, most villant még egyszer. Kurva anyád játék. Marhára idegesítő tud lenni. Nézd, itt vannak a többiek. Jó, állítasd az utcaidat. Nézd, itt vannak a többiek. Kurva anyád. Nem érdekelnek a többiek. Szarok loadoutot próbáld, mert... És pont egy... Yeah. Pont a scope-ra akartam berakni az irányzékot. Tudod, azt a kis... izét, amit nem lehet állítani játék közben. Kösz játék, majd meglátjuk, milyen lesz. Tényleg a Splitgate story, ez megvan? Micsoda? Splitgate. Szerveréken voltak bajok. És... kiderült, hogy... Túl nagy volt a konkurens játék populáció, és az Amazonnál használt szerveréknél 65.535 fölötti populációt nem bírt valamiért. Milyen sokan játszanak azzal? Nem ismerős a szám? Hogy milyen? 65.531. A 16 bites memory range, vagy indexelés range. Ja, hogy elfogytak az indexek? Elfogytak az indexek. Kis buták. Tudod, amikor ilyen pessimistán írod meg a dolgokat, hogy ennél többé biztos nem fognak játszani vele. Ez a portálos lövöl, de miért? Én most játszottam vele én is. Igen, ez a hero-szerű. Szerintem játszottál vele, mert egy éve merkin van. Aha. Csak. Volt előre streambe. Már kétszer-háromszor toltam. Ez baj, most útkor épp azon gondolkoztam. A Rook Company-ról néztem videót, hogy az is egy milyen tök jó játék. És így manapság már nem elég tök jó játékkal kijönni. Mert annyi tök jó játék van, hogy egyszerűen így... Nem tudja az ember, amivel játszol. Valami... Ki, hogyha valamit kipróbálsz és megtetszik, utána játszol vele. Jó, de van, hogy kipróbálod, megtetszik. És azért nem játszol vele, mert ott van a másik, nem tudom, 5-6 játék, ami meg valami jobban tetszik, és inkább azzal játszol. Jó, de most az szerintem nincsen baj, a személyes ízlésre másodban, akkor azzal játszol. Szétlőttem a gyomorát neki. Nekem meg túl messze volt a sokat. Soti túl messze van. Flashbang is basszus. Amire eldobom, meg amire elcsattan, addigra kétszer megölnek.
Annyira nem vagyok rajta, azért mindig nézek egy irányba, és egy másikról jönnek pofán. Vagy átban, vagy oldalban, vagy fültövön, vagy ilyen. Mindig a pálya szélén próbálok így arra szólni. Nekem inkább az szokott a szíves lenni, hogy belefutok valakibe, és megvarok azonnal. Viszont ezzel a shotival ugye egy vagy két lövésből megölök bárkit, tehát marha gyorsan dől közelről. Úgyhogy merek futkározni. Öt kemény kill csináltam, ezt mondjuk. Milyen fegyverre voltál? Kilóval talom most. Hát azt egy régi fel kell ottos mentelni hozzá, hogy jó legyen ide. Hát csak a napi güldit csinálom vele most. Meg lesz utána, megyek shotgunozni én is. Az a 7-25-ös, ez nagyon beteg. Amikor indult ez az egész Warzone, akkor tele volt vele a pálya. Nagyon nyomatják. Tényleg is részt nem ennyibe körülök. Ez a Code Vanguard. Kiléptél vagy? Nem. Akkor kirakott a partiból. És azt írj rád, hogy... Jó, most már csak. Liberem a lobbyt és akkor be tudsz csatlakozni. Jó, becsatlakoztam elvileg. Vicces volt, hogy egyszer csak így hoppá, én vagyok a party leader. Mi van itt? Mi van itt? A buli van? Aha. Nem írja mennyibe körül. Rákattintok arra, hogy pre-purchase? Nem lett drágább. 60 euró ugyanúgy. Ki te a szar? Állítom ezt a szart, én megint azt. Most építettem egy másikat. A Shire Park. Még kell 10 shotri. Ki van? Meg sniperrel kell headshotokat összeszedni. First deck, alright, coming from the other side.
ez a Tom Clancy's Day is. Kíváncsi leszek, mekkor bukás lesz. Melyik Tom Clancy? Az X-Defiant, az XD. Ez a co-op? Nem. Mizé? Ez a... Ez X-Defiantről nem hallottál? Lehet, hogy hallottam, csak most nem jut eszembe, hogy melyik az. Úgy néz ki, mint a kód, csak Tom Clancy is ilyen... Mizé is ilyen punk. Jajaja, tényleg most már, igen. Most már várom. Én drukkolok neki. Nekem a design része nem tetszik. A játékmenet, amit ajánlott, az tetszik, de ez az egy punkhányásnak semmi köze nincsen a bizéhez, Tom Clancy-hez. Tehát a stílus, az egyáltalán nem passzol hozzá. Nekem bejön. Hát jó, most már igazából. Egy Tom Clancy játék olyan, mint egy Tom Clancy játék. Miért a Division az Tom Clancy is volt, a Rainbow Six az Tom Clancy is. Közben leesett, hogy melyik játék az. Eddig azért egyik játék sem volt egy szivárványhányás. Csak szivárvány osztag. Térnem sniper. Buszra pont, hogy tették vissza pillanatot, hogy kutakart a snipert. Ő viszont látott engem. Ó, és kibukott a kis puksia. Sattam rá a tünetemet. És kilőtt a sniper a turretem mögül.
Jön a sniper. Úgy látom. Jön egy jobbra azonnal. Baszki. Faszom, hogy egy előbb ér a lövedéke, mint hogy látszódna a feje. Igen. Nem tudom értékelni, amikor előttem ugrálnak a csapattársak. Hát, hogy pont én ugráltam előtted. Nem, nem zöld volt, akkor nem adnak volna neked, hogy légy szíves, ne ugrálj előttem. Még gyorsan elfutottam, úgyhogy... Jézusom, mi van itt? Ahogy az anyám! Jó, bal oldalt is fogja egyik az ablakból. Esélytelem. Ezért érdekes, hogy én, hogyha beszkópolok valakire, és elkezdenek lőni, akkor így olyan szinten ugrál a célkeresztem, mint a fene. És így te is mondtad ezeket a creepscope-okat, ahol így valaki teribe lősz, és így... Lesz-sniper-öz. Tisztán fejbe lő. Még mindig mögöttünk van egy a célnél. Jobbra, jobbra, jobbra. Benne, a kávéházban. Foglalja egy kicsit. Hanyad? Hát tudtam kibújni, úgyhogy nem jó.
van. Véletlenül lőttem valakit. Megijedtem, hogy rúgott lőttem. Nem tudom mennyi headshotom volt. Most elvileg azt kéne gyűjteni. Oh, I rest out. Belga, sör, Amber Ale, a fene. Csak így pont úgy fegyott meg, hogy láttam a sör. Ja. Ez volt az, hogy ki akartam csak nézni. És már scope-olni nem is volt idő. Ez nyomtam szép egy, volt. Nyomtam egy izét. Csípőből. Sima highlight, végig látom mindenki. Ha lennének még kodos válogatások, akkor... Ja, legalább a játékban valaki látta, ha van streamet, nem is tudja senki. Mi kell ebből a napi bő? Egyébként tök érdekes, hogy pont egy streamer csaj beszélgetett róla, hogy hogyan marketingeld magad úgy, hogy ne nyomjad magad rá az emberekre. Mert ugye, hogyha valaki mondottan mondjuk más streamjébe vagy fórumokra mész és ott reklámozod magad, akkor valakinek az arcában nyomod a tartalmadat anélkül, hogy őt érdekelni vagy nem. Ja. És mondta, hogy sokkal érdemesebb úgy csinálni, hogyha van egy klip a streameden, ami vicces vagy érdekes, akkor azt felrakod Redditre, mondjuk olyan fórumba, ahova passzol. És valaki látja, akkor látja rajta, mondjuk vízjelez, vagy ez a te streamed, és akkor benéz hozzád, és hogyha megnyerő vagy, akkor ott marad. Ja, és akkor az ilyen, és akkor így, hogyha ha valaki megnéz, és megtetszik neki, akkor bemegy, nem az arcába tolod, hogy ja, gyere ide hozzám, mert én vagyok a Jani. Ja, ez teljesen jó. Volt, hogy én is csináltam valahol, nem is tudom. Valami... Volt az a PUBG is, tudod, amikor az autót átugrottál, ezt például ki lehetett volna rakni egy-két helyre. Van egy-két vittes kill. Kippelve. Apex is van ilyen. Hát egyébként igen, vannak ilyen. Egyes marketing fogások. Hát én nem szoktam sehol osztogatni. Ha valaki betéved véletlenül Twitchre, aztán itt marad, akkor így jártam. Ha meg nem, igen, akkor most igazából ez... attól függ, hogy mi a célod, hogyha... Ez így jó, hogy van egy tök jó kis közösség, akkor az, hát az teljesen jó. Ez egyébként úgy működik, hogy az ember csinálja, mert szereti, aztán ha bejön neki, akkor tök jó, mert még többet foglalkoztat ezzel. Ha meg nem, akkor se baj, mert azt csinálja, amit szeret. Nem! Azt mondjuk nem szeret. Igen, a fénykőnek. Oldalról kempelget, ja. Múltkor volt egy beszélgetés a... VR-osok csinálnak ilyen beszélgetős műsorokat. A Putes Podcast, azt néztem én is. Most a Dana volt benne, és ezt így megnéztem. Ó, hát azóta már volt E-Hunter is egyébként. Igen, az utána volt, a Dana után? Nem előtte? Dana az első, E-Hunter a második. Tegnap előtti. De ne, tehát hívtak ők már korábban is más emberkéket, nem? Persze, ez a második évad. Arról beszélgettek, hogy Dana volt az első csaj, akit meghívtak így beszélgetős műsorban. Mondtak tök jókat, és akkor volt egy ilyen, hogy az a jót rögtem, mert én magamra ismertem, tudod, hogy így. Az ember már streamel, mit tudom, 8 éve, kutya se nézi, tudod, és akkor egyszer csak így rászakad az én. Hát Edda, na mondta, hogy ő is már mennyi? 5 vagy 6 éve streamel? Hát pár éve nyomja. Nemrég váltották az ére ilyen full time-ba. Nem is az volt a lényeg, hanem hogy mondták, hogy van, aki 8 éve streamer, és nézik, tudod, ilyen 50-60-an, tudod így. Hát szinte senki, hogy nézek 50-60-an. Azért az már nem kevés magyar viszonylatban. Jó, nyilván a VR-osoknak nem számít az. És akkor tudod, el berobban, és akkor így néznek rá, hogy miért kezdtél streamelni 40 évesen, és akkor nem 40 évesen kezdte, csak akkor vették észre. Tudod. Tényleg ilyen, kicsit ilyen vicces. Úgyhogy még van 2 évem, hogy befussak.
Utána már hát, furán néznek rám 40 évesen, hogy hát figyelj, ez a dolog egyébként, hogy akik furán néznek rá, azok jobbak is, jobb is, hogy nincsenek ott a közösségben. Például tök érdekes, a E-Hunter volt ilyen, hogy mondta, hogy ő például a teljes nézőközösséget lecserélte, mert volt egy kisebb közösség, ami így... Igen, mert hogy volt egy haveri kör, meg volt egy buzé, és ő elkezdett kollaborálni, meg ugye elkezdte építeni a közösségét. És akik eredetileg ott voltak, azok csak így egymás között vitatkoztak, meg, meg folyamatosan fintorogtak arra, hogy most a VR-osokkal játszik együtt, meg mit tudom én. És ő meg úgy volt vele, hogy igazából sok mindent nem tettek hozzá a közösséghez, ő neki volt egy irány, amire el akart menni, és akkor ment abba az irányba és kitartott mellette, és akkor azok az emberek, akik az eredetileg voltak, azok így kikoptak. Mert nem engedett az ő idézőjelbe zsarolásuknak, viszont lehet egy sokkal nagyobb közössége. Meg hogy ő ilyen családbarát streamer, tehát nem káromkodik, stb. Végül is, igen. Benne van a tagben is. Jó, de a családbarát azért az... Hát eleve olyan játékokkal játszanak a streamerek, ami már alapból nem családbarát. Figyelj, ez most olyan dolog, hogy kiírja, hogy melyik játékkal játszik, meg a családban az benne van, hogy nem káromkodik, stb. Szerintem ez teljesen jó. Most figyelj, az jó, elég álszent dolog, hogy azt mondod, hogy... Igen, bocsánat, mondja. Én csak mondom, hogy elég álszent dolog azt mondani, hogy egy shooter játékkal csak felnőttek játszanak, szóval az... Ja, hát nyilván nem, de hivatalosan. Nem gyerekeknek való kont. Jó, persze. De ezért mondom, hogy ez álszent dolog. Most a VR-osokkal úgy játszani, hogy az családbarát, azért az nagyon necces, mert azért azt a... És ti is elismeri, hogy hát ő néha így szokott káromkodni, előfordul. Egyébként mostában néztem ilyen termék a streamét is. Teljesen jó pofa. Sokkal sérülsebb, mint a Pistét. Régóta követem. Akkor a PS5-et nem boxolta, az is így vicces volt. Biztos, hogy 30 kilót fogyni, ez nagyon durva. Itt kitűzte magának, hogy idén lefogy, jövőre jogsik. Minden évben van valami fogadalom. Jövőre visszaiszott, mert lesz jogsi. Igen, ezt kell menni egy gyalog sehova. Hát jó, hát így körülbelül. Ú, de utálom. Lecserélem a sotit mindjárt, hogyha meg lesz a challenge. És így elkenem a száját ezeknek, mert nagyon gusztustalanul játszanak. Egy kicsi lyukakon nézegetnek ki, és meg sem otszannak. Third part is not me. Sámán királyt nem néztem, ez mit? Ott vannak a sarokban elég sokan. Anime. Animeből keveset néztem, azok nem voltak rossz. Ó, passz meg. Okay. Oda kempelt oda. Kigútolta a Netflix? Jaj, akkor lehet. Fel van Netflix, akkor lehet ránézni. Micsodát? Avatart? Vagy... Sámán királyt mondtam. Okay. Sámán király? Ez nekem nem mond sokat, eredeti se. Azt tudom, hogy az Avatárt is nem tudom, újra forgatják, vagy nem tudom minek nevezzem. Mert... Az jó volt magában, úgy ahogy volt. És most nem a James Cameron féléről beszélek persze. Friendly UAV overhead.
out. Leolázzuk shotival őket. Yes. Én most a Final Space-nek a folytatását várom, ha lesz. Egy annyira jó szerepet az animációs film. Ja, ez nagyon jó pofa. Nagy kedvenc. Beugrik elém. Azt sajnálom, hogy Netflixen nincsenek fent izék. 3D filmek. Ilyen animációs filmeket úgy megnéznék 3D-ben. Nem, azt elég macerás beszerezni, meg kevés van, nem tudom én. Ilyen VR headsetek elterjedésével lehet egy kicsit fellendülni. Mondjuk nem a Netflix app a legjobb, amivel lehet nézni VR-ba, de ennek elmegy. Tényleg pont az ugrott be, hogy az avatáros filmnek a VR verzióját, azt a VR, nem, 3D verzióját lehet mondjuk VR-ban élvezhetően nézni. Az összes, ami 3D tévén megy, tudod nézni 3D-ben, VR-ben. Ilyen film. Ja, arra is rohadt jó. Egy időben rászok. De ez úgy van, hogy az Oculusnak van valami sztória, ahol ezeket el lehet érni külön, vagy? Nem. A lejátszót azt eléred a store-ból, aztán utána olyan forrásból nézed a videófájlt, amilyenből akarod. Jó, tehát értem. De most a legális. Hát, ennek nincs legális verziója, mondjuk így. Mondjuk ki nyíltan. Érted, tehát nekem ez az érdekes, hogy ezt egy, mit tudom, lenne egy IMAX app például, vagy nem ja, tudom. Ja, várjál, igen, ilyen van. Úgy hívják, hogy Big Screen, az app az ingyenes, és lehet benne nézni 3D mozikat, mint egy moziba. Tehát meg tudod venni a jegyet. Csak Magyarországról nem tudsz venni, mert itt nem érhető, úgy tudod így. Ilyen jogi dolgok. Tehát konkrétan más lehetőséget nem is hagynak neked, csak hogy szerezd be. Ilyen-olyan forrásból. Hát jó, mondjuk Magyarországon a Disney Plus is ilyen, így hivatalosan nem elérhető. Igen, igen. Aztán mégis látta az egész ország a Mandalorian-t. Ja. Mert volt szó arról, hogy Disney Plus-os sorozatokat így akkor viszont, hogy nem elérhető Magyarországon mások leadhatnak, de az meg ugye nem nagyon volt így. Hát meg ennyi előfizetést fizetni, hogy Netflix, meg Disney Plus, meg Amazonnak is van ez a Prime videó. Bár ott nem tudom, nagyon sok minden nem megy az ember nézni is. Hát nem tudom, én úgy vagyok valahogy fizetem a Netflixet. Az Amazon Prime videót azt időszakonként, hogyha összegyűlik olyan sorozat, akkor arra befizetek. És akkor megnézem azokat. Maximum. Hát... fent tudja. A Disney Plus-szal nekem az a baj, hogy tényleg csak az az egy-egy sorozat van, ami felkerül, és kész. Tehát ott nincs olyan tartalom, amit újra néznék. Nem vagyok az a Disney fan, hogy mindig visszatérek ugyanamiatt a... Zsófér is írja, hogy vicces, hogy Magyarországon nincs Disney Plus, de azért mindenki írja róluk a kritikát. Hát mondjuk, ha... azért VPN ezzel akkor lehet, hogy úgy elérhetni. Ez. Nagyon sok erő VPN ez nem kell csinálja. Hogy... megújt meg már majdnem, hogy legális. Hardpoint contested.
Épén nagyon szaggat. Nem kéne. Attól függ milyen VPN. Ha van rendes kapacitás, akkor nincs öreg ez. Kifizethetsz a VPN-ért is külön, akkor kapsz egy jó szolgáltatást. Hát jó, de egy... Nem tudom egyébként mennyibe fájnak, de... Igen, egyébként annyiból jogos, hogy az még mindig illegális, mert hogy... Magyarországon ezek azért nincsenek, mert itt jogilag nem tudják megoldani még a jogdíjakat. Hát, figyelj, ez olyan dolog, hogy szürke, mert... Simán úgy reklámozzák, hogy Netflixet meg egyebeket nézheted vele, és sohasem ad fel rajta senki. Igen. A végén erre használják nagyjából legtöbben. Tehát például ausztrálok beszélnek róla, hogy náluk semmi sem érhető, nem tudják, hogy milyen okból. Pontosabban részben ért. Tudni lehet, hogy miért, mert eléggé cenzúráznak mindent. Hát ott is ilyen kicsit ilyen álmély keresztények. Vannak ilyen fasságok, amikkel az emberek saját nőket szívek. Igen, föl szoktam hozni ezt a sütis baromságot, hogy ugye a weboldalak használnak sütiket, és hogy egy időben mennyire ki volt akadva ezen egy csomó ember. Adatok annak, adatokat tárol rólunk az oldal. Milyen durva is, a tudtunkon kívül. Mit csináltak? Ugyanúgy tárolja az összes oldalas sütiket, csak most idegesítenek mindenkit egy ilyen felülő lófasszal, hogy engedélyezzen a sütiket, engedélyezzen a sütiket! Jóval... Mondjuk a nagy semmit. De nincs csak egy fél sem most. Elő kell fizetni. De igen, megvédhetnek az alapokat, igen. Jó, de ez az adatvédelmi törvény, ez nem az egyéni adatok miatt problémás. Csak ezt is sokan nem tudják felfogni. Meg azt se tudják, hogy sütit csinálni. Mert hogy sütiben nem szokás olyan adatokat tárolni, ami bárkinek érzékeny lenne. Meg ezek agregált adatok mindig, tehát... Facebook se azért keres sok pénzt, mert a Mari néninek tudja, hogy izé... Hanem, hogy... Ilyen tömeges... Tömegesen csinálja ezt a... Követés lényegében. Hát megfigyelj most, akkor amikor a populáció 90%-a Facebookra mindent kirak magáról, akkor most miről beszélünk? Tehát a kukikon akadsz fel, nem akkor izé... Más kukik folyamatosan kikerülnek az internetre, és a saját berejegyzésre. Nem tudok lőni, bazd meg! Nem jó, követő sütét. Anyám, nem tudtam meg átváltani a fegyverre. Egyre jobb, egyre jobb. Engem mostanában azon az idegesít fel állandóan, hogy minden fasságon fel lehet háborodni, és sokan minden fasságon felháborodni. Jaj. Kell ez. Nem az igazi problémáról beszélünk, hanem van valami, valakinek valami ideológiája, és akkor arra felmegy a teljes ilyen izé... Arra felfűzi. És... A narancskövetők szektája nem az ilyen csücske, de nagyon sok olyan eszetlen probléma van Magyarországon, amit így... Elvesz a párbeszédből az, hogyha ugyanúgy, mint a narancsok, azt mondják, hogy soros. Meg a sorosok azt mondják, hogy narancs. De ezzel így nem kerül előbbre a történet egyáltalán. És nem sok olyan esetben, amikor nem egyébként... Nem semmiről, mert el van intézve azzal, hogy ja, te ez vagy, igen. Azért mondod. Ja, te az vagy, azért mondod. Most igen, mert nagyon sok dolog nem azért szar, mert valaki narancs vagy soros. hanem amiatt, mert hülyeséget csinál. És... Hát, hogy valakinek megéri. Azért ez is ott van. Topasság azért van, mert valaki kurvasokat keres. Hát, igazából teljesen mindegy, hogy narancs vagy soros keresel, vagy kurvasokat. Lényegen nem változtat. Persze.
Miért? Narancs vagy soros? Ez egy ilyen nagyon jó... Ilyen sitcom lehetne, tudod? Tanír spawn. Spawn. Na, mi volt az? Stan and Pan. Stan és Pan. Narancs és soros. Egy volt ilyen narancsos, ilyen narancsszínű macskával az a YouTube átszinkronizált. Narancs tetves és dugó. Azaz. Ilyet lehetne csinálni narancsorosban. Ez egy nagy kedvenc. Nagyot menne részben. Az most egyébként, valaki valamilyen régi rajzfilmet így átszinkronizálna. Jó, azért a narancs tetves dugó az egy teljesítmény volt. Azt! Pedig lőttem. Ott volt az arcomba is. Ők egyébként egy csapattárs engem lő. Jó, azok most már más, mert a shotgun igazából meg is lett. Akkor... Á, ez jó lesz, ez vicces lesz. Ezzel jó ölni. A poén. Megöltem. Jó, oké. Nem halt meg a medkemppel. Tangranét, rendesen belassított. Ezt a buzit úgy utálom ott. Kicsi saroknál ott van, és... Ott Witch. Ezt a E-Hunter-es beszélgetést is meg kéne nézni. Szerintem jó sikerült. Hát annál, amikor így beszél arról, hogy oltárt épített neki valaki. De én kerestem utána, a YouTube-on és nem találtam. Pedig azt megnéztem volna. Utána azon rögtem, hogy Twitteren Pistinek azonnal tette ki a követők fotókat, hogy Pistinek ja, Pistin csinálták. Aha, persze, nem maradhat le. Hát nyilván, nyilván. A trendeket követnek kell. Jó, erre most az jutott eszembe, hogy ilyen trendeket követni kell. Milyen érdekes, hogy YouTube-on az van, hogyha valaki csinál valamit, amit már más csinál, vagy hasonlót csinált, akkor rögtön jönnek az, hogy jó, copy, érted. És ott van közben a TikTok közössége, ahol konkrétan erre egy... Ez megy, hogy a trendek vannak, és mindenki megcsinálja az adott trendeket. És ez, hogy mennyire más a hozzáállás. Egyes platformokon ezekhez a dolgokhoz. Hát ott meg azért néznek ki, hogyha te ezt a trendet nem követed, fú, az nagyon gáz. Fú, nem vagy napra kész. Na, én most már a következőt nem indítom. Hát jó, de TikTok, tehát még a izé van, ott még a honeymoon phase van. Ott még izé, még minden szép, minden jó. Hát azt nem tudom, hogy abból, mert szponzorokból gondolom, mert elég jól lehet pénzt keresni ott is. Nem tudom, hogy kapnak ott zsét. Szerintem a szponzorból, hát nem hiszem, hogy... Azt tudom, hogy valaki ott is meggazdagodott szépen, az ilyen nagyobb a külföldiek. Hát nem tudom, én... Lehet, hogy csak azért, mert nem... Sohasem keresgéltem TikTokon, hanem mindig az volt, hogy ismerős linket be TikTok videókat. Mm. És hogy YouTube-nak is van az alja.
ő is a TikToknak az alját linkeli be. És nem hozzam a kedvemet, hogy ott elkezdjék tartalmat nézni, hogy őszinte legyek. Bár miket szoktál így kapni? Volt egy nagyon jó videó, de ez lehet, hogy nem is TikTok volt, várjál. Nem, mert az túl hosszú volt. Amikor... fickó megy autóval, és az vesz észre, hogy 5-6-an egy orrára állított autót ráncigálnak a mizében, az árokban. Ez nem TikTok volt, de most már elmondom, mert kategóriában hasonló. És egy Suzuki van orral az árokban, és felállítják, és támasztják a kocsit. És így az orrán támaszkodik a kocsi, és így, mint a ceruza így fel van állítva. Megérkezik egy platós autó, egy ilyen kisebb, és azzal így nekitolatnak a kocsinak. Fickozt egy kamerázzal, mindig ilyeneket látok, baszki, most figyeljétek. És így ráborítják a kocsit az autóra, és mockorognak körülöttem, meg próbálják feltuszkorni rá. És mondja nekik a fickó, hogy a motor van a végében, az a nehéz fele. De ezt mondja, végignézem. És hogy szenvednek, úgy nyüstölik azt az autót, érted, az egy orral fúr a földben, meg mit tudom én, és így rángatják fel a kocsira. A legjobb. Ők így, a kezük itt-ott van a kettő kocsi között, meg mit tudom én, az a fickó, akinek a platójára fel kéne rakni az autót, ilyen full totál gázfröccsöket tolat bele a kocsiba, hogy már menjen fel rá. Tehát semmit nem sajnálnak, érted? Én azt nézem, hogy én mit csinálnák ilyen hülyeséget haverokkal, biztos, hogy valamelyiknek a kezét már így levágtam volna a kocsi. Mert szó szerint így full gázzal tolat rá, és azok meg egy másik oldalról, meg mindenhonnan ráncigálják a kocsit. A márlista idióták, tudod, nem esett rá egyik ujjukra sem. És ez kérdetlen, és ugye a kocsi mintet, akkor így azok próbálják rángatni, a másik mint a hülye. Valami mondja ezt is, mint hogyha segítene bármit is. És így nézed, hogy atya úristen, tehát... Fú... De ezek lehet, hogy a videókedvéért csinálták ezt amúgy. Na és a... Mind jó szakember, csak... Kellett egy ilyen videót csinálni a TikTokra, vagy valahova. Lehet. De egyébként a TikTok videók azok a videók, hogy max 10-20 másodperc lehet, vagy még annyi se. Lehet több, hosszabb. Szerintem egy perces simán lehet. Na akkor ez lehet, hogy ez is belefér, nem minden. De úgy általában mindig az szokott lenni, hogy tudod, hogy valaki dolgozik az autóban, és akkor játsz a zenét, és akkor így abból kivágva egy klip, tudom, miért meg. Jó, van egy-kettő, de azok meg ilyen nagyon megrendezettnek tűnnek. Tudod, mint a YouTube-on voltak ezek a prankek. Ja, igen. És kb. Hasonló minőség. Lehet, hogy egy részük az tényleg ilyen megrendezett. Csak mondom, biztos vannak jó napjuk. Amikor beszélnek a TikTokról, akkor így mindig ez hogy ilyen táncikányos. Rövid klip, persze, vagy mit tudom, hogy csinál valamit, és akkor végén van valami viccesnek gondolt, csak tanul vagy valami. Bár gondolod, akkor YouTube videók is egy részben erre mentek rá a legelején. Nagyon vírus videót akart mindenki. Elég jó az algoritmus, tehát ha ilyeneket tovább skippelsz, akkor idő után már nem is nagyon kapsz. Hanem azokat, amik érdekelnek. Csak egy ismerős mindig ezeket küldi. Csak ilyen kontaktom van, hogyha szerintem már így bevantam egy koroszra. Ja, lehet, hogy betanulta a sok farságot, amiket küldözget. Bár várjál, mert akkontom nincsen. Tehát, hogyha biztos, csinálnék akkont... Mint úgy rémlenne, hogy csak akkonttal lehet TikTokot nézni. Tehát lehet belépni Facebook akkonttal, vagy valami. Nem hiszem, mert Facebook akkontomat csatta meg a telefonon semminek sem, mert... Azt megtanultam, hogyha a Facebook hozzáférést adsz, akkor onnantól így köszönj el a teljesítményednek egy ilyen 5%-ától, mert a háttérben a Facebook minden szab csinál. Tehát ezt így jobban szeretném, hogy bár most már nem tudom, ez a Google Assistant is kezd idegesítő, mert így egyszer véletlenül megnyomtam ezt a Assistant gombot, vagy a középső gomb, vagy lehet így a... mivel headsettel is aktiválni. Tudod, amikor így hangaktiválás. Még beszélhetsz hozzá, igen, hogy így csináljon valamit. És egyszer véletlenül megmondtam, aztán beizzeltem, mert nem használok a parancsokat. Amikor kijött egy kicsit, és kipróbált, hogy mit tud, és nem áll kézre. És most volt ez, hogy egyszer felkapcsoltam, és azóta naponta egyszer vagy kétszer mindenféle ajánlatot. Ha most elindulsz, akkor beérhetsz munkába.
most indulsz, még visszajössz meg. Másfél évben miért abban az irodában, hova fűsz van. Milyen rendes, hogy szólt ő? Most elindulsz a fogba. Annyira kösz az asszisztant, hogy mindig olyankor szokott írni például, amikor így haveroknál lógok így fél országban a lakástól. És akkor így hirtelen a Google megír, hogy most menekülj, még most menekülj, még most hazaér. Mi vagy te? Az anyám vagy az Gabi? Ilyen, ilyen, nem tudom, időt kifordul a barátból, hogy utal a haverjét, most még hazaér, de most tényleg, tehát így, így több vicc volt, hogy szilveszter éjszakáján este 11-kor megkérdeztetett rá, hogy most még ebben az utolsó vonatot, és egyébként látsz otthon. Én mondjuk már várom, mikor érnek el oda a mesterséges intelligencia, hogy így... Már olyan, mintha emberrel beszélgetnél. És rendesen vitatkoztat a telefonoddal. Van, aki mösszélsz. Szomszédéni produkciós iroda csinált, hogy a székely meg a telefon. Ez egy tök jó sketch. Ha nem láttad, akkor nézd meg. Hát, hogy az még kimaradt. Én már többször láttam, jó cucc. Na jó, köszönöm, hogy aztán minden küldöm a linket, ha megtalálom. Jó van, jó éjszakát. Még most tudok találni egy kicsit. Mennyi az idő? Fogalmam sincs mennyi az idő, mert Windows 11 hatalmas egy feature, hogy ha három monitorod van, akkor csak a középsőn van az idő, illetve. De részt nagyon lefogták, nem szabad többet belőle. Hozok egy másik fegyvert. Vele az egyedül hamar meg fogom én is húrni. Vagy elköszönök, aztán már jól lesz. Streambe nyomok, vagy... Brawlhallát lehet, hogy kéne tolni tényleg. Ez már nem lett benne a buliban. Úristen. Hát 5 kill az nem sok egy meccsre. Jézusom, milyen szar voltam. Na majd a kövi meccsbe összeszedem magam. Ez ilyen beszélgetős kód volt most. És annak nem volt rossz. Lehet, hogy a Brawlhallát nem streamen kéne nyomni. Mi maradok egy kis kodra pár kört. Már megy itt is fölfelé a boss. Jézusom, nem mondod, hogy egyedül PC-s vagyok ebben a lobbyban. Az komoly. Shoot House, az jó, azt szeretjük. Most tudom, hogy áll a fegyverek kiaranyozása. Szarul. És arany volt már. Az jó.
lesz. Nagyon sokan. Jó, ja, betöltődnek szép lassan az ő. Capture and defend the hard point. When it moves, you follow. First hard point identified. Move to secure. Megnézzük, mert erre kíváncsi vagyok. Elkaszált a lábaimat. Az egyik maradt kemény. Mocsok. Visszadobta a gránátomat? Visszadobta. Az komoly. Hogy szakadnál be. Bekúszott. Várj, hogy sírtam őket. Kéne cserélni ezt a pilotot. Bajok lesznek. Bajok vannak. Szép futás volt. Ledobosz valami, de eljön szó.
Sok hátba jött valamelyik. És ez is a hátam olyan. Sziasztok. Mindenki hátba lő mindenki. Tényleg. A játék még mindig tök jó múlt. Mitől robbantam fel, csak nem a saját gránátomtól, és tényleg. Most akartam rárakni a shield turretet, mondom, az egész jól hajl neki. Ha nem lőnek le, nem lőnek le, és azt, hogy nem találhatom. Túl sok fájdalom egyetlen másodpercben. Nem túl jól feldobni. Fejlövést kapott a gránátomtól? Ezt hogy csináltam? Cserélem azt a turretet, nem kell. Ehelyett legyen valami jó. Nem tudom, talán jobb lenne.
Még bele valami beleszedett. Jó lesz ez? Domination. Futottak, basszus. Nem miénk a Bravo. Flashbang out! Capturing Bravo! Jó, az nagyon nem jó. Throwing grenade! Back on mission! Taking B. Break out. Capture B. Enemy at the bottom. Throwing grenade. Throwing grenade. Reloading. Érdekesen sikerült lelőni. És még csak nem is éltem. Hiszen rakni kéne be ehhez. Hogy tudom ezt itt állítani? Vagy itt még nem lehetett ebben a... Játékban meccs közbe állítani? Jó. Tudod. Na mindegy. Biztosan lehet. Valami nem stimmel. Én ott nem láttam senkit. Ő látott. Oké, és oké.
meghalsz, na de. Nem haltam. Vengeance is mine. Changing map. Nem úgy volt, hogy ezt lecseréltem? Nem. Hát nem voltam még gyors. Okay. A B-t sajtszik. Az arcában elő. De lassú volt az a robbanés. Vártam, hogy kiszaladjon a haverjuk. Bang out! Hello, játék, hol a killet, játék.
biztos jó megkapják. Megint lassú voltam. Most van kikapunk. Most sincs itt senki, úgyhogy ez lesz a Joker. Épek. Igen, lett, na jó van, akkor én is köszöntem, jó, ezeket.